van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Köszönjük a kedves hallgatókat, az utolsó órájába fordul a Millás reggeli a 90.9 Jazzin Kántor Endrével. És Gede Balázzsal. És a kedves hallgatókkal, azt mondja, hogy... Azt kaptuk, Smitandi előtt a kamerát úgy állítottátok be, hogy mögötte látszott a kimenőkép egy része is. Ha egy picit odébb állítjátok, hogy az egész kimenőkép látszódja, akkor lesz egy végtelenül sokszorosított kép, mint két egymással szembefordított tükörbe látszó kép. Köszönjük szépen, igen. Hogyha. De nem. Aztán jó reggel, Duna Haraszti, Soroksár Haraszti út, félpályás útzár. Plusz 20 perc. Köszönjük az infót. És van itt még egy friss... Jaj, egy fontos. Kedves hallgatónk Bob Dylan kapcsán írja, hogy akit érdekel a 70-es évek Amerikája és progresszív zenéje, annak ajánlom megnézni a Netflixen a Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story by Martin Scorsese című kiváló filmet, tehát rá kell keresni Martin Scorsese-re vagy Bob Dylanre, Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story, és ennek kapcsán pedig a Jacob Dylannel, a fiával egy nagyon érdekes másik amerikai filmes dokument, vagy zenés dokumentumfilm, az pedig az Echo in the Canyon, amit szintén ajánlunk megnézni, úgyhogy lehet egy ilyen jó kis amerikai zenés estét. Időrendi sorrendben először az Echo in the Canyon jön, és akkor utána a 70-es évek a Rolling Thunder Review. Egy kedves hallgatónk kiolózott egy képet egy régi kertészeti szakkönyvből, és azt mondja, ezt az adatsort közzé kéne tenni közkincsé, hát én is ezt így gondolom. Kerti munkák energiaigénye a táblázat címe, és több oszlop van. Igen, ilyen sör. Sör vagy fröccsel vele. Sörre van átkonvertálva, hogy mennyivel hány pótolható. Hány sör a kapálás? Igen. Egy sor. Intenzív ásás, pihenés nélkül, két korsó plusz egy pohár. Kapálás, egy korsó. Gerebjézés, egy korsó. Tévedés. Palántázás, három tévedés, korsó. Tévedés, barátom, tévedés. A kapálás, az aki ezt írta, az nem kapált életébe, az káposzta biztos. Káposzta szedése, egy korsó plusz egy pikoló. Na, a kapálás meg az intenzív ásás az ugyanolyan kb. Tehát az brutál. Aki egy sort megkapál, az utána nagyon nagy tiszteletét fogja kifejezni földművelő ősei számára. Meg a felé, aki azt az egy korsót val megkínálja. Na, menjünk át egy mesél a múltra. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. És itt is van velünk Katona Csaba, történész. Jó reggelt, szervusz! Szervusztok, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt! Hát ez egy újabb olyan történet, hogy talán kevesen hallottak, hát Habsburg toszkánai József Ferdinánd főhercegről. És most eltekintünk a teljes nevétől. A teljes nevében biztos, hogy van valahol egy Mária. Az van, Kárl is, Rupert is, minden van benne. Szokott lenni egy Mária, ugye, ezt már megbeszéltük. Hát ha a teljes nevét felsorolnánk, elmenni a műsoridő, ez nagyjából így fogható történet, és valóban már megint csak egy születési évszámba sikerült nekünk belekapaszkodni, ugye ez a kiváló úriember Habsburg-toszkánai József Ferdinánd Szalvátor herceg 1872. május 24-én született, tehát kerek évfordulója van. Én részben a saját személye miatt örülök ennek, részben pedig azért, mert néhány testvérének az emlékét is megidézném, mert ez a Habsburg-toszkánai ág, ez nem egészen olyan volt, mint ahogy a Habsburgokra gondolni szoktak. Én nagyon sok ember képzeletében döntően Ferenc József határozza meg a Habsburgokhoz való hozzáállást, tehát ez az a meresség, az az uralkodói gőg, az az időtlenség, amit ő képviselni tudott. Ugye a Ornumus Zajn jegyében a rend, a fegyelem, a monarchia szépsége. Hát az a toszkánai ágnak a családtagjai között fogalmazunk úgy, hogy jellemző volt a
talán deviánsnak nevezhető, de semmiképp sem norma követő, hanem inkább norma szegő viselkedés. De miért pont itt? Ez egy nagyon jó kérdés, de hát akkor lássuk először is József Ferdinánd főherceg életútját, és aztán engedelmetekkel három testvérét is megidézném röviden, mert hogy érdekes történetek ezek. Ugye kezdjük ott, hogy ez a bizonyos toszkánai ág, ez a 18. századtól adta a toszkániai nagyhercegségnek a uralkodóit, de hát létrejött az egységes Olaszország, aminek következtében a Habsburg-toszkánai ág távozni kényszerült, és Salzburgban vetette meg a lábát. Na ez az oka annak, hogy itt született a mi főhősünk is, nevezetesen József Ferdinánd főherceg. És ha meggondoljuk, hogy milyen családba született, akkor adva volt neki egy nagyon szép társadalmi kibontakozás lehetősége. 10 voltak összesen testvérek, ez nagyon ugyancsak jellemző a családra, és annak rendje és módja szerint, ahogy oly sokan ebből a családból katonai pályára indultak, elvégezte a Bécsújhelyen a Mária Terézia Katonai Akadémiát, aztán hadnagyként szolgált, és különféle a főhadnagyként szolgált, alezredesi rangot kapott, ezredessé léptettek elő, vezérőrnaggyá léptették elő, tehát egy nagyon szép katonai pályát futott be. Ez egy más kérdés, hogy emellett az érdeklődése számos más irányba elágazott. Tehát például, ha Mihálovics gazda itt lenne, biztos örülne, de szeretett vadászni. Uh-huh. De ez nem olyan meglepő egyébként, tegyük rögtön hozzá, tehát a társadalmi életvitelhez ez hozzátartozott. Ami ennél szerintem viszont sokkal érdekesebb, hogy imádott léghajózni. Tehát ez már egy picit más jellegű érdeklődés. Ugye minden, amit felsoroltam, az valójában egy sablon mentén van. A léghajózás az nem, és volt neki egy fixa ideája, mi szerint előbb-utóbb a légi közlekedés fontossá válik, és ekképpen a légi hadviselés is, tehát ő ezt viszonylag korán képviselte, de hát a 900-as évek elején a hadvezetés ezt még fantazmagóriának minősítette. Más kérdés, hogy aztán az első világháború már bizonyította ennek az ellenkezőjét. És maga a főherceg csinált egy elég érdekes dolgot, 1908-ban fogta magát, vagy 1909-ben, bocsánat, szervezett egy léghajós utat, és Linztől Dieppig Franciaországig ment, kormányozható léghajó volt, kevesebb, mint egy nap alatt tette meg ezt az utat. És hát ki tudja, hogy hova mozdult volna az érdeklődés ezen a téren, ha nem jön közben az első világháború. De közben jött az első világháború, és értelemszerűen ő itt nagyon fontos feladatot kapott, tehát harcolnia kellett, Innsbrucknak volt a vezénylőtábornok, a Tirol és Vorarlberg védelmét kapta parancsba, részt vett a kárpáti harcokba, eleinte sikerrel, itt azért kiemelném az ő emberi oldalát, nevezetesen mindent megtett azért, hogy a lehető legmagasabb szintre emelje az egészségügyi ellátását a sebesült katonáknak. De hát 1916-tól a ő katonai sikerei véget értek, hogy az orosz támadások következtében ő lett úgymond a bűnbak front összeomlásáért, és az is igaz, hogy Ferenc József halála után az új uralkodó Károly ismét igénybe vette az ő katonai szolgálatait, tehát 1917-ben kinevezték a császári és királyi légierő fegyvernemi felügyelőjévé, és ezt a tisztségét 18 őszéig viselte. De ezzel együtt azt gondolom, hogy ez a katonai szerepvállalása, ami hullámzó jellegű volt, sokkal kevésbé teszi őt érdekessé, mintsem, hogy az életének a magán szakasza, ami valójában ekkor kezdődött. És a következő történt vele. Ugye amikor szétesik a monarchia, akkor a Habsburg család a tagjai meglehetősen érdekes helyzetbe kerülnek. Ugye Osztrák Köztársaság jön létre, ennek van egy törvénye, ami kifejezetten a Habsburg családra vonatkozik, ami pedig őt illeti, ő ebből nem csinált különösebb problémát, kötelezte magát nyilatkozatban, hogy nem vállal semmiféle politikai szerepet, és békésen éldegélt Bécsben, illetve Monzében, majd pedig csinált egy olyan dolgot, ami nem volt jellemző a családjára, illetve árnyalnám majd ezt a dolgot, hogy jellemző volt-e, de lényeg az, hogy 1921-ben, tehát nem sokkal a bukás után, feleségül vett egy hölgyet, akit úgy hívtak, hogy Rosa Candy Jöckel Kaltenbrunner, és a következő a helyzet vele, hogy ez egy rangon aluli házasság volt. Ugye egy morganatikus házasság, ahogy akkoriban mondták. Ennek kisebb súlya volt már 1920 után, mint előtte, de azért mégse volt jellemző, hogy ez megtörténjen. És azt hagyján, hogy feleségül vett egy polgári származású hölgyet, hanem aztán tőle elvált, és feleségül vett egy igaz, hogy nemesi származású, de mégiscsak alacsonyabb rangú hölgyet, egy Gertrude Tomanek von Beyerfels Monzé nevű grófnőt. És ezzel a régi, tradicionális családi szokásokat, akárhogy is nézzük, áthágta. Mármint, hogy elvált, és utána újra házasodott? Igen, és mindkétszer alacsonyabb rangú házasság, ugye. Ja, értem. Márai Sándornak volt egy cinikus mondása, ugye a mézalliansz, a kifejezés az alacsonyabb rangú házasságra, hogy minden házasság mézalliansz. Hát ő ezt maximálisan bebizonyította. És számomra az az egyéniség bontakozik ki, amelyik fontosabbnak tartja a magánéletét, mint sem az, hogy a
főhercegként ráneheződő terheknek, elvárásoknak megfeleljem. És tulajdonképpen lehetne azt mondani, hogy a második házassága az, az boldog volt, az is volt, igen, igazából két gyermekük született ebből a házasságból, és különösebben nem viselte meg őt, hogy mit gondol a Habsburg család erről. Ami azonban nagyon rossz hatással volt az ő lelkére, az az Anschluss volt. De picivel már előrébb vagyunk, 1938-ban, és finoman fogalmazva nem barátkozott a náci megszállásnak a gondolatával, hogy megszállás, maradjunk annyiban, hogy Anschluss, és ennek következtében egész egyszerűen az NSDAP helyi emberei, mert azok voltak, letartóztatásba, majd házi őrizetbe helyezték, és a Sturmabteilung, az SA felügyelete alá került, majd másodszor is letartóztatták, és itt történt egy nagyon érdekes dolog, ami egyetlen Habsburggal történt meg, a Dachaui koncentrációs táborba szállították. Ez elrettentésül, vagy ilyen bosszú, vagy mi volt ennek a célja? Én azt gondolom, hogy inkább az elrettentés. Tehát nyilván nem látok bele a SA-nak a gondolkodásába, már ha volt nekik egyáltalán ilyen, talán logikája, igen. De nagy valószínűséggel itt arról van szó, hogy egy kiemelkedően fontos család egyik tagja jelezte, hogy nem szimpatizál az Anschlusszal. És valószínűleg ez igen, azt a célt szolgálta, hogy így jár az, aki túlhangosan teszi szóvá a véleményét. Most félreértés ne essék, Dachau-ban azért magánzárkába került, tehát nem a legrosszabb körülmények közé, és viszonylag hamar, hát relatíve viszonylag hamar, Dachau-ban egy másodperc is sok, de körülbelül 10 nap múlva szabadlábra helyezték. Viszont, hogy ennek következtében vagy nem ennek következtében, ezt majdnem, hogy lehetetlen megmondani, de megromlott erősen az egészsége, úgyhogy tulajdonképpen nem sok időt töltött ott, de ez megviselte őt, és a továbbiakban pedig a bécsi gestápó folyamatosan megfigyelés alatt tartotta, és hát 1942-ben halt meg, hogy ehhez hozzájárultak-e a dachaui események, ezt ugye majdnem, hogy lehetetlen megmondani. Azért tartottam fontosnak az ő alakját felidézni, mert láthatjuk, hogy nagyon sokszor ilyen sablonokba gondolkodunk, mikor azt mondjuk, hogy a Habsburg család tagjai, és láthattuk, hogy ő nem írható le ilyen panelek mentén, és hogy mennyire nem írható le, egy nagyon röviden hadd térjek ki a testvéreire is, nem az összesre, de kezdjük mindjárt Habsburg-toszkániai Henrik Ferdinánd főherceggel. Róla azt kell tudni, aki egyébként elég sokáig élt 1969-ig, hogy ő aztán szintén azt a pályát járta be bizonyos értelemben, amit a testvére, nevezetesen ő is egy polgári családból származó hölgyet vett feleségül. Tehát szintén rangon aluli házasságot kötött méghozzá 1919-ben, és ő a közéletben nem igazán vett részt, tehát ő is egy ilyen morganatikus házasságot kötött, de aki aztán igazi nagy botrányt tudott csinálni, az a testvérek közül nem ő volt, hanem egy harmadik Ferdinánd, nevezetesen Habsburg-toszkániai Lipót Ferdinánd Szalvátor főherceg. Nagyon szép neve van. Ha jól emlékszem, talán ő volt a legidősebb fiú, sőt, ebben majdnem biztos vagyok. Mit lehet róla tudni? Azt kell róla tudni, hogy miközben szintén tengerészeti karrierbe kezdett, tehát elkezdte bejárni ezt a családra jellemző, úgymond ranglétráknak a folyamatos megmászását. Hát egész egyszerűen volt neki egy szeretője, aki például egy hajóra is fölcsempészett, miközben szolgálatban volt. Nem bírta ki. Nem dicsérték meg. Emellett egy picit alkoholista volt, a következő szerelme egy hivatásos prostituált volt. Szóval minden létező dolgot elkövetett, amivel botrányt lehet csinálni, és normát lehet szegni. Akkor mondjuk úgy, hogy ezek a Szalvátor fiúk, ezek extrém sportolók voltak a korukban, csak más-más területen. Ez egészen konkrétan így van, de nem csak a fiúk, úgyhogy zárásként még egy lányra is ki fogunk térni. Ez egy kiváló úriember egyébként, Lipót, természetesen, amikor a családja nyomás helyezett rá, sőt pénzzel is megpróbálták jobb irányba, idézőjelben jobb irányba terelni, ettől teljesen elzárkózott, és 1902-ben megfosztották minden létező címétől, ő pedig egyből fölvette a Leopold Wölfling nevet, szép polgári nevet, svájci állampolgár lett, lemondott minden létező jogáról, és ő pedig 3 házasságot kötött utána. Mm-hmm. Tehát, ha engem nem lehet, fogtok megállítani, mondta, és felvette a Leopold Wölfling nevet. Okay. Ez történt. Fütyült ő arra, hogy Habsburg akar lenni, vagy nem. Ezt különösebben nem érdekelte. Első felesége Wilhelmine Adamovics nevű hölgy volt. Őt is feleségül vette. A második egy állítólag, ja igen, és még vegetáriánus is lett, mert az első felesége állítólag ezeket a nézeteket vallott, ő meg csatlakozott hozzá. A második felesége az egy porosz szolgálólány volt, és aztán végül volt egy harmadik felesége, őt 1933-ban történelmi évszám Berlinben vette feleségül, és hát tulajdonképpen aztán haláláig itt élt, nem sokkal később halt meg 1935-ben, ha jól emlékszem, hát ekkor már alkalmi munkákból élt, és szimpatizálni kezdett a náci párttal. Aj. Tehát ilyen értelemből egy másik irányba mozdult el. Érdekes. De ha azt gondoljuk,
hogy csak a fiúk voltak ilyenek, akkor térjünk ki, és ezzel szeretném zárni a mai adást. A három fiúnak a lánytestvérére kérem szépen, mert volt nekik egy lánytestvérük is, amit úgy hívtak, hogy Luisa. Na most ez a Luisa, mint olyan, hosszabb neve volt persze, Luisa Antonietta, de Luisa feleségül ment a szász uralkodóhoz, szászország koronahercegnője lett, és hát akkor, amikor a imént emlegetett bátyja megszöktette az első feleségét, akkor történetesen, ha az emlékezetem nem csal, ő is vele szökött, méghozzá magával vitte a szeretőjét, egy André Giron nevű tanárt. Na most képzeljük el, amikor a szász uralkodónak, a szász koronahercegnek a felesége megszökik. Hát igen, az igen, az kellemetlen, az mondjuk. Keményen katolikus szász uralkodó családból. Egy fiaskó. Na és mindenek tetejében még terhes is volt. Úgyhogy aztán vizsgálatok következtek, hogy ki az apa. Ki az apa. Végül is arra jutottak, hogy még a szász koronaherceg az apa, és utána pedig fogta magát, nem ahhoz az úriemberhez, akivel megszökött, hanem egy másikhoz, feleségül ment, hát miért ne tette volna, aztán pedig fogta magát, elvált, és megint feleségül ment egy másik úriemberhez, egy 12 évvel fiatalabb orosz zeneszerzőhöz, Enrico Toselli-hez. És hát aztán hosszú élet adott ott neki, már olyan értelemben legalábbis, hogy ő egyébként a hercegnő 1947-ben halt meg, hát állítólag akkor már elszegényedve és teljesen magányosan. Na most, hogyha megnézzük ennek a négy testvérnek az életútját, akkor láthatjuk azt, amit ti is mondtatok, hogy ha valaki a Habsburg toszkánai ággal akar foglalkozni, akkor szerintem egy sokkal szerteágazóbb módon tudja látni egy gazdag múltú és nagyon-nagyon sok leszármazott a dicsekvő család történetét. Amorra roppant érdekesek ezek a személyiségek, nyilván egy mélyebb kutatást igényelne, hogy megértsük, hogy ők miért ezek a úgymond deviáns vagy diszonáns életmódot választották. Hát egy kicsit úgy kiszabadultak ebből a kötöttségből, tehát lehet, hogy így hatott vissza a forradalom szele. Abszolút értik, tehát egy ilyen rock'n'roll személyiségek voltak. Igen, igen. Szóval még egy dolgot hadd említsek meg, itt láttok rajtam egy pólót, egy nagybánya felirattal. Na kérem szépen, a Millás reggeli kultúra szervező, sőt határokon átívelő kultúra szervező tevékenységére szeretnék utalni. Egy évvel ezelőtt megemlékeztünk alulról Teleki Sándor gróf 200 éve született. Ezt a nagybányai Teleki Magyar Ház vezetője Dávid Lajos hallotta, és ennek nyomán, kifejezetten a Millás reggelis műsor nyomán, a Mesél a múlt nyomán meghívott engem most hétvégén előadást tartani nagybányára, a Teleki napokra, amit én meg is tettem, úgyhogy azt kell mondjam, hogy nincs a Millás reggeli, erre nem kerül sor, úgyhogy ezt köszönöm nektek, és hát, talán hát, mutatja ennek a műsornak a hatását. Ne viccelj, ez valami magadnak, így magadnak is van, mester. Így is van, ez nagy, minimális törlesztés csak, amit kapunk tőled, úgyhogy mi köszönjük. Nagyon-nagyon hogy... örültem neki, úgyhogy ezúton is köszönöm Dávid Lajosnak, és Ciple Aurélnek, a házigazdámnak, hogy ott lehettem, nektek pedig tényleg ezt, hogy Teleki Sándor. Mi csak a médium voltunk. Így van, szó szerint. A... Hidat képeztetek határon túl átévelően, és még kultúra is eljutottam, ahol Szendrei Júlia és Petőfi Sándor a nászútjukat töltötik, úgyhogy köszönöm Villás reggeli. Nagyon klassz, mi is neked az eddigieket és szépen a következőket. Hosszú együttműködést kívánunk magunknak. Így van. Köszi, szia, szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk. Mesél a múlt, rovatunk hangzik.